Minden magyar. Petőfi Rádió. Ez a hazai Mákkatával. A mai téma: a tavaszi fáradtság és a túlhajszoltság, illetve hogy a kettő között van-e különbség és hol van az átmenet, erről fog beszélgetni Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. Szia! Sziasztok! Hát ha ránéz az ember, akkor minden gondja és baja elszáll, mert te mindig olyan vidám vagy és olyan energikus. Mi a titkod, mesélj? Hát először is azt ígértem a hallgatóknak, hogy itt adás végére mindenkinek elmúlik a tavaszi fáradtság, mert ha mi ketten összejövünk itt és adásozunk, akkor az biztos, hogy meg tudjuk ezt szüntetni. Úgyhogy ez a terv. Reméljük, ez a terv. Bár én, ahogy bejöttem, és az nem reggel volt, hanem 11 óra előtt, akkor azért, ahogy néztem a kollégákat, tehát majdnem mindenki már fejelte az asztalt, és megnéztem, egyébként nincs front, de valami mégis van. Arra se foghatjuk, hogy front van. Nem, pedig ugye mindig az időjárásra fogunk minden, de hát most nem, direkt megnéztem, nem foghatjuk, arra nincs front. Hát legalábbis, elvileg. Az a helyzet, hogy abba az égati övezetbe, ahol mi élünk, tehát itt nagyon fontos azt megérteni, hogy mi arra szocializálottunk, hogy 4 évszak van. És tényleg nem viccből mondtam, hogy most már egy évszakon belül van 4. És borzasztó gyorsan változik minden, és nem erre van szocializálódva a szervezet. Tehát például, ha elmész egy olyan éghajlatba, ahol mindig meleg van, és nagyon meleg van, és páradús tartalom, kell egy-két nap a szervezetnek, hogy úgy jól legyél, mire elkezded élvezni ott, ahol vagy. És meg kell érteni azt, hogy nem én, hanem nagyon klassz orvosok kutatják különben ezeket a dolgokat, hogy az időjárás változása, ami nem csak a front, hogyan van hatással az idegrendszere és az egészségügyi dolgainkra, mert iszonyatosan veszélyes ilyenkor, különben ez a fajta tavaszi fáradtság nagyon megviseli a szívet, a gyomrot, az éjszakai alvásokat, tehát nagyon sok probléma nem azért adatik, mert mondjuk esetleg valami magánéleti, lelki problémánk van, hanem ez a gyors változáshoz képtelen a szervezet így módon hozzászokni. És akkor a fáradtság, mikor bejelentkezik, akkor ez azért jelentkezik be, hogy hát Kata, többet cundizál délután. Na most ezt hol tehetjük meg? Akkor beszélj, most pihenek. Na hát, és akkor a tavaszi fáradtságot hogy különböztethetjük meg más típusú kimerültségtől? Mennyire éles a határ, vagy mennyire állnak ezek közel egymáshoz, vagy ez egy ilyen összetett folyamat, egyik következik a másikból? Ugye a tavaszi fáradtságnak maga a fogalmi része akkor indult el, amikor az emberek úgy élték az életüket, hogy például télen nagyon begubóztak, bezárkoztak, hamarabb feküdtek le, nem mozogtak annyit, és annak kapcsán, hogy az időjárás hatására elindult valami változás, akkor kezdték érezni, hogy hű, ehhez az aktivitáshoz most kell egy pár hét, mire újra hozzászokok, és ne érezek tőle fáradtságot. Pár hét? Hát pár hét, igen. Az nem kevés, tudom. Tehát addigra már nyár lesz, ugye? De hogy biztos érzitek, és látjátok magatokon azt, hogy ha kisüt a nap, és mondjuk 2-3 napig tartósan süt, egyszerűen ezt a tavaszi fáradtságot el is viszi. Mm-hmm. Ezt most azért áprilisban tapasztalhattuk is. Csak áprilisban jött a nagy meleg után ez az időszak, ami most volt, és rögtön mindenki megint érezte a tavaszi fáradtságot. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ha tudatosan akarunk hozzáállni ehhez a dologhoz, akkor tényleg, amikor beáll egy évszakon belül egy adott évszaki, hát nevezzük így, hogy fáradtság, akkor fontos lenne, hogy esetleg a hétvégeinkbe tegyünk be egy-két szundit, emeljük a vitamintartalmat átmenetleg egy 2-3 hétre, és hogy sokkal többet sétáljunk a természetbe, sokkal többet maradjunk magunk, és ne intézzünk el mindent, és ne váltsuk meg a világot, mert a tavaszi fáradtság egyik jele, hogy most több mindenre lenne nekem szükségem ahhoz, hogy jól legyek. És aztán ez fel fog oldódni viszonylag, hogyha alapvetően jól kapcsolódunk magunkhoz. De eleve ott kezdjük, hogy jóléti társadalma olyan alvás problémákkal rendelkeznek az emberek, hogy vagy nem tudnak elaludni, vagy tízszer ébrednek, vagy túl korán és nem fekszenek vissza, akkor mihez is köthető még pluszba a tavaszi fáradtság? Mert nincs, minden második ember érintett már az alvás problémákkal, képzeljétek el. Kicsit úgy érzem, hogy nincs megoldás. Jól érzem? Hát, hallgassunk ugye a belső hangra, hallgassunk a testünk jelzéseire, igen, próbáljunk meg pihenni, tehát adott esetben, igen, mondjuk, ha jön egy hétvége, akkor nem kéne tele tűzdeni mindenfélével, hanem adott esetben akkor lemondani a programokat, magunkkal foglalkozni. Na de hát de akkor lemaradunk egy csomó mindenről. De és mi van, ha lemaradunk egy csomó mindenről? Azért, hogy önmagunkról ne maradjunk le. Tehát igen, én ezt szoktam mondani, hogy sokszor a testemnek utol kell érnie. Úgy, a lelkemnek utol kell érnie a testét, igen. Így van. Nézd, olyan világban élünk, amikor nagyon félünk arról attól, hogy valamitől lemaradunk, valamit nem tudunk időben. Én azt gondolom, hogy mérhetetlen fontos lenne ezzel a szorongással vagy félelemmel megküzdeni, és azt mondani,
hogy bármi történik most, engem most akkor sem fog érdekelni, mert ha valami lényeges dolog, úgyis tudni fogok róla, ha meg nem, merjem kiiktatni a telefont, a wifit, a satöbbit, mert most csak magamra van szükség. Évszakváltás, túlhajszoltság, hogy ennek milyen jelei és tünetei lehetnek, ugye egy részét már említettük, na de hát a túlhajszoltságnak is vannak bizonyos fokozatai és jelei, hogy hogyan figyeljünk ebből a szempontból oda magunkra, mindjárt erre is kitérünk Pólus Enikő mentálhigiénész szakemberrel. Ha szeretnél tőle kérdezni, akkor bátran 0630 30 30 380 az SMS számunk, de írhatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán is. Mindjárt jövünk. Ez a Hazai Mákkatával a stúdióban. Pólus Enikő mentálhigiénész szakember a tavaszi fáradtságról és a túlhajszoltságról, illetve a kettő hasonlóságáról, különbségéről beszélgetünk, hogy a túlhajszoltságnak igazából mit lehetnek a tünetei. Talán innen folytassuk tovább, hogy vehetjük észre magunkon, hogyha kicsit le kéne állnunk, le kéne lassítanunk. Nagyon fontos, hogy a túlhajszoltság egyrészt bármelyik életszakaszban és bármelyik évszakban létrejöhet, másrészt ne keverje össze senki önmagában, hogy tavaszi fáradtság vagy túlhajszoltság van. Ha a kettő együtt jelen van, erősítik egymást és nagyobbá teszik a tüneteket, amiket átélnek, de ez a kettő teljesen különálló fogalom tulajdonképpen, mert a túlhajszoltság tulajdonképpen, én azt gondolom, hogy az ember ma jóléti társadalomban sokféle szerepkörben megállni, nem tudja megúszni bármilyen jó tervező azt, hogy időnként ne érezze, hogy ez most too much, túl sok. És éppen ezért, amikor azt mondjuk, hogy egy kicsit többet várunk el magunktól, mint amit abban az időszakban a szervezetünk, vagy a lelkünk, a mentálhigiénés állapotunk elbír, akkor előfordulhat, hogy nem vesszük észre magunkat, mert ugye minden területen szinte maximális teljesítményeket akarunk hozni, és onnantól kezdve, hogy átléptünk egy határt, amit nem vettünk észre, ez akár testi vagy lelki szinten, onnantól kezdve számolódik a túlhajszoltság. És hogy észreveszem-e azt, hogy épp hullik a hajam? Jaj, biztos tavaszi fáradtság idő, azért hullik a hajam, holott egy túlhajszoltságnak egész egyszerűen hormonális átalakulásai lehetnek, bőrön megjelenhet, körmön megjelenhet, emésztési dolgokban megjelenhet. Tehát egész egyszerűen a test üzenni akar, hogy vagy a lélek, vagy a test most egy picit más funkcióra kéne átálljon. Hogy meg lehet előzni a túlhajszoltságot sok szerepkör mellett? Én azt látom, hogy az édesanyák is túlhajszoltak, akik mondjuk esetleg most otthon vannak gyesen, mert annyira sokat várunk el magunktól, és sokkal többet tervezünk be egy napba, egy hétbe, egy hónapba, mint amennyit tulajdonképpen mentálisan, lelkileg elbírunk. Tehát fontos, hogy erről beszéljünk, mert azt gondolom, hogy összemosodott a gondolatokban az, hogy tavaszi fáradtság és túlhajszoltság. A túlhajszoltság azért azt kell, hogy tudjuk, hogy egyenes következtében a következő állomás az apró mikro kiégések jönnek, és utána jöhet a nagy kiégés. Na hát akkor itt most sok-sok-sok dolgot érintettünk már, egy picit visszamennék a tavaszi fáradtsághoz, talán azért, mert lehet, hogy azt a könnyebb kezelni. Igen. Ha a tavaszi fáradtság lett úrrá rajtam, azt honnan vehetem észre, hogy nézzem meg az időjárást, és bogarásszam, hogy nagy hőmérsékleti ingadozásnál mondjuk egyértelmű, hogy éppen időjárás okozta azt, hogy nem tudom, nem vagyok annyira koncentrált, fáradtabb vagyok a kelleténél, jönnek-mennek a frontok, akkor ez lehet az oka? Vagy azt hogy tudom leszűrni magamon, hogy éppen most mondjuk... A tavaszi fáradtság és a fronthatás más. Ez is összekeveredhet. A tavaszi fáradtság azért jön, mert egy mackósabb időszakból jövünk ki, és hogy egész egyszerűen hozzá kell szoknunk arra, hogy már mások a viszontagság körülmények hőmérsékletben, és a szervezet áll át. A tavaszi fáradtság 3 héttől 6 hétig eltartat, de ami már annál több, az tulajdonképp, hát ennyi időnk, vagy tegyünk valamit magunké, ami eltart, az már nem tavaszi fáradtság. Az már lehet egy lemerülés, akár egy mellékvesekéreg lemerülése, agyalapi mirigy lemerülés, tehát hogy ott már előfordulhat az, hogy valami másról van szó. A fronthatás, ami minden évszakban sajnos, vagy nem sajnos, de most már ér bennünket, az tulajdonképpen azért is fontos, és orvosok javasolják, akikkel együtt dolgozok pont ezen a területen, hogy érdemes rendszeresen nézni a fronthatásokat, mert hogyha valaki tudja, hogy valamire hiperérzékeny, mert hogy nincsen ezzel semmi gond, akkor úgy időzítse már előtte lévő napokban mondjuk több vizet igyon üdítők helyett, vagy előtte lévő napokban aludjon egy kicsit többet, vagy akár én például
Ilyenkor, ha stúdióba megyek, és látom, hogy kettes fronthatás jön, nem várom meg, hogy megfájduljon a fejem, tehát megszólaljon a testem, már is tudom, hogy az a gyógyszer, amit beveszek, az egy prevenciószerűen, és akkor nem alakulhat ki akkor a migrén. Tehát a fronthatásnak az érzéklete, ami testben és lélekben is megjelenik, az teljes mértékben most már együtt kell élnünk azzal a meteorológiai orvosokkal, szoktunk ezen a területen kutakodni, mert egész egyszerűen túl nagyok, túl sokszor van, túl rendszeresen van, és vannak már figyelők, tehát a Semmelweis Egyetemnek is vannak olyan oldalai, amik kidolgozzák azokat a figyelőket, hogy figyeljünk arra, mert komoly szívinfarktustól kezdve sztrókig nagyon sok mindent elő tudnak állítani. Jó, tehát a tavaszi fáradtság és a fronthatása együtt, a kettő ott van, akkor az azért elég rendesen megdob, de azért a tavaszi fáradtság tavaszhoz tartozik, a fronthatás pedig egész évre. Hát érvényes. Jó, csak ugye mondtad, hogy a tavaszi fáradtság az 3-6 hétig elhúzódhat, hát közben a frontok kb. Két naponta jönnek, hanem naponta. Ezért nehéz, mert ez már keveredik. És ezért nehéz, és hogy miért kellett régen ilyen betudatosak lennünk? Nem. De hogy most, akik mondjuk olyanok a munkájuk, hogy meg kell néznünk, egy színész is meg kell nézze, hogy a premier bemutató előtt, hogy körülbelül hogy lesz, lehet ezen segíteni, és pontosan így módon, tehát hogy igyekszem majd beszerezni azt az appot, amit majd hozhatunk műsorba, és megmutathatjuk, hogy milyen appon keresztül lehet majd ezeket a frontokat előre, és ott vannak, vagy lesznek orvosi javaslatok is. És akkor mit tegyünk? Tehát emeljük a vitamin bevitelt, picit próbáljunk többet odafigyelni a pihenésre, az alvásra, tehát a tavaszi fáradtság kontra frontok kapcsán. Igen, és ami nagyon fontos a tavaszi fáradtságnál, emelni a mozgást. A természetes mozgásokat is, tehát például séta a természetben, tehát aktiválni tulajdonképpen az idegrendszert meg a fizikumunkat, és aktiválni sportjainkat. Tehát, hogyha valaki nem tud sportolni, vagy rendszeresen mozogni, akkor az lehet tőlem gyógytorna is, de az izmoknak, izületeknek egy inputot küldeni, hogy teljesen más történik most a szervezetben. Az például tavaszi fáradtságot én magamon kifejezetten csak ezzel szoktam megszüntetni, illetve még van egy fontos dolog, ami talán még a túlhajszoltságba is segíthet, meg a tavaszi fáradtságba is. Este előfordulhat az, hogy egy kis melatonint szedni 2-3 hétig elalvás előtt egy órával, az nagyon sokat tud segíteni ezen a tavaszi fáradtságon is, meg a túlhajszoltságon is. Ugye a tavaszi fáradtság, a túlhajszoltság, az már említetted, hogy hosszú távon milyen hatásai lehetnek, kiégés, és ennek is vannak fokozatai, úgyhogy mindjárt erről beszélünk a folytatásban itt a Petőfi Rádióban, vendégem Pólus Enikő, mentálhigiénész szakember. Ha van kérdésed, a 0630 303380-as számon tehetett fel SMS-ben, de küldted Viber üzenetet, vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán is hozzászólhatsz a műsorhoz. Pólus Enikő mentálhigiénész szakemberrel beszélgetek a tavaszi fáradtságról és a túlhajszoltságról, illetve hát kapunk majd természetesen tippeket, ötleteket is arra, hogy mi ennek az ellenszere. Közben Misi üzent, tavaszi fáradtság. Hidegebb idő után jön melegebb, amitől belustulunk. Miért kéne ezért gyógyszert szedjek? Senki nem mondta, hogy szedje gyógyszert. Igazából vitaminról beszéltünk, ami ugye nem gyógyszer. Akinek nem ingen, ne vegye magára. Hogyha valaki jól tud aludni, a melatonin az nem egy olyan dolog, amit gyógyszernek minősítünk tulajdonképpen, hanem az abban segít, hogyha mondjuk vannak problémáink, és nem tudunk jól elaludni, akkor bizony meg tudja segíteni azt, hogy gyorsabban elaludjunk, hogy ne agyaljunk. Illetve ez ugye tök jó, hogy tisztázzuk. Igen, illetve okay. Ugye azt írta, ami tényleg történik, hogy hidegebb idő után, ugye, ha jön a melegebb, akkor belustulunk. Belustulunk, igen, csak nem vesszük észre ezeket a jeleket, és közben meg folytatjuk tovább a túlhajszolt életünket, és pont, hogy a pihenésre nem adunk időt, és ez a baj, és ez lesz aztán a következménye sok mindennek, ezt majd Enikő elmondja, hogy mik ezek a következmények. A helyzet az, hogy ugye általában mindig most már az nem újdonság, hogy tervezni kell az életet. Tehát az élettervezés legalább annyira fontos, mint a munkatervezés és egyéb. És amikor az életet tervezzük, általában a szerepköreink alapján a kötelességeinket tervezzük. Mikor visszük a gyereket ide-oda, mikor találkozunk barátainkkal, mikor megyünk el dolgozni, de az benne van-e, hogy mikor pihenünk, mikor alszunk, mikor vagyunk csak egyedül, mikor olvasunk, ezáltal ezek a dolgok kiszorulnak, és mindig csak akkor jön el ennek az ide, amikor lesz időnk rá. Na hát az az, ami egyre inkább nem adatik meg minél több szerepköre az embernek, hanem amikor van egy kicsi ideje, oké, hogy használja, de nem biztos, hogy az elegendő az ő szükségletei alapján, hogy annyiszor maradjon csöndbe, vagy üljön le olvasni, vagy csak bambuljon, vagy csak figyel másra.
És ezért nagyon fontos azt megérteni, hogy a túlhajszoltságnak egyik fontos része, hogyha bármikor, ez nem kell, hogy tavaszi fáradtság ne történjen, de van arra kapacitásunk, hogy elmenjünk olyan légzés technikát megtanulni, ami egy életre szóló, nagyon komoly segítség, akár ha tavaszi fáradtságról, vagy majd télen télibe, vagy túlhajszoltságról beszélünk, hogy légzés technika megtanulásával és annak a gyakorlati alkalmazásával nagyon könnyű kilélegezni ezeket a fáradtságos dolgokat, az egy nagyon komoly muníció, és Európán belül nem veszik az emberek elég komolyan. Hogyha más kontinensre megyünk, ott például már iskolába is tanítják. Pedig ugye ez olyan egyszerűnek tűnik, hát most mit kell ezen túlvonjai hát terén? Belégzés, kilégzés, megy ez, mindenki csinálja. De hogy hogyan? Hát ugye de ez egyszer mindegy. Meg elakad a légzés, és mondjuk jön egy pánik légzés helyette, akkor tulajdonképpen mindenkinek sokkal értékesebb lesz az, hogy jé, a légzés nem mindig egy ilyen automatikus dolog, nem magától megy, hogy vannak olyan lelki nyomások, vagy túlhajszoltságok, amikor egyszer csak nem tudsz úgy lélegezni, vagy mélyen, vagy csak hasi légzésbe. Tehát ez egy fontos dolog, és én is biztos, hogy bevinném különben az oktatásba, mert ezt mindenkinek el kéne sajátítani. Na, ez például segít. Nagyon. Az jutott még eszembe, hogy sok esetben vehette észre más is, én is megnézhettem magamon, például, hogy egy-egy ilyen túlhajszoltabb időszak után, hogy jön mondjuk egy hosszú hétvége, és akkor azt már ugye nagyon várja az ember, eltervezi, hogy fú, mi mindent fog csinálni, nyilván pihenni, és stb. És volt nekem olyan időszakom is, amikor rendszeresen ilyen hosszú hétvégeként, na, akkor a szervezetem jelzett, lebetegedtem, és akkor előjött kezdve minden. Igen. Ez nagyon fontos, jó, hogy amikor úgy mondtad, hogy a szervezet jelzett. Na az van, hogy át vagyunk állítodva, hogy már figyelembe se vesszük a szervezetnek a jelzését. De az is igaz, hogy néha meg minden jelzést figyelembe veszünk, és akkor esetleg az meg a ló túloldalára esünk. Itt nagyon fontos ennek az egyensúlya, hogy én maga, tehát ne a YouTube-on nézzek utána, hogy mit jelent az, ha a gyomrom állandóan korrog. Ha nem, bocsánatot kérek, de tényleg, szóval, hogy ne YouTube-ról értekezzünk, hanem tegyem föl magamnak a kérdést, hogy már 2-3 napja érzem, hogy gyomorsavam van. Hogyan segítsek, hogyan lehetek önmagam segítségére? Mit kell változtatnom, mit kell tennem? Ja, most a tejet rakjam ki, mert lehet, hogy az az, ami időnként bekavar. Itt nagyon fontos, hogy mikor a testünk megszólal, akkor föltenni magunknak a kérdést, és akkor reagálni. És nem azzal foglalkozni, hogy ugyanez hülyeség, ami eszembe jutott. Hát miért, ha az jutott eszembe, hogy ide kiüljek hozzátok a lépcsőre, és nézzem ezt a gyönyörű Dunát, és mert arra van szükségem, hogy ne foglalkozzak az, hogy mások mit mondanak, hanem figyeljek arra az ösztön késztetésre, ami bennünk van, hogy önmagunk segítségére lehessünk. Miért nyomjuk el szerinted ezeket az érzéseket, ezeket az ösztönszerű dolgokat? Nincs idő magunkra. És most nem úgy nincs idő magunkra, ahogy úgy általában véve szoktunk, hanem nem tartjuk már fontosnak azokat az önreflektív pontokat, hogy minden este mondjuk leüljünk magunkkal egy picit elcsendesedni, és így 5 percbe végig gondolni a napot. De nem csak az, hogy mi történt, hanem az, hogy mit köszönök ma magamnak, mi az, amit ma máshogy lehetett volna, mit tettem ma magamért. Hú, ezt a kérdést, ha valaki fölteszi magának, akkor bizony nem sok válasz lesz rá. Annyi teendő halmozunk be az életünkbe, hogy attól hajszoljuk túl magunkat, hogy nagyon sok területen szeretnénk megállni a helyünket, de lehetetlen. És hogy ezek hova vezetnek, hogyha ezeket nem csináljuk, nem alkalmazzuk a megfelelő légzést, nem pihenünk eleget, stb. A kiégésnek is ugye többféle fokozata, fázisa van. Ezekre fogunk kitérni mindjárt a folytatásban Pólus Anikő mentálhigiénész szakemberrel. A tavaszi fáradtságról, túlhajszoltságról beszélgetünk, és ha van kérdésed 06 30 30 30 380, itt az SMS számunk, bátran írd meg, vagy akár a Petőfi Rádió Facebook oldalán is üzenhetsz. Ebben a műsorban minden témát alaposan körbejárunk. Ez a Hazai a Petőfi Rádióban. Túlhajszoltságról, tavaszi fáradtságról, hát van baj nálam is. Erről péntek van, engedjük péntek meg magunknak. Péntek is van, ráadásul igen, Pólus Anikő mentálhigiénész szakemberrel beszélgetünk a témáról, kiégésről, és hát remélhetőleg gyakorlati tanácsokat is kapunk még. Ugye nagyon fontos például a légzés, a mozgás, ezek olyan bagatell dolgoknak tűnnek, vagy tűnhetnek, de tényleg fontos, tehát hogy ezzel foglalkozni kell. Jó napot kívánok, közben kaptunk egy üzenetet, egy epilepsziás betegnek hogyan kell vigyázni a tavaszi fáradtság ellen? Hideg, meleg frontra allergiás vagyok, és még allergiásabb vagyok a kettős front hatására. A helyzet az, hogy nagyon fontos, hogy erre a kérdésre nincs általános válasz, hanem minden epilepsziában érintett embertársunknak kell legyen egy saját neurológusa, és
ami most mondani fogok, ez az egyik legfontosabb, neuropszichológusa. Mert ugye a neuropszichológus az azt jelenti, hogy maximálisan ért a neurológiai részlegekhez, és ami egy epilepsziás érintett páciensnél fontos, az másnál teljesen más, és ez mind-mind a neurológiához tartozik. Tehát ez azt jelenti, ha észlelnek tüneteket, mondjuk rendszeresen megjelenik valami, a zsibbadástól kezdve szédülésig bármi, az még nem biztos, hogy fronthatás vagy túlhajszoltság következménye, és ezért fontos, hogy ilyenkor a neurológus vizsgálat után a neuropszichológus tud jól segíteni, hogy nála ez hogy működik, mert érzelmileg nagyon megdobhatja az embert, például akár egy kettős látás egyfajta zavartságot tud okozni ilyen aspektusból, és hogyha meg tudják állapítani, hogy melyik az a front, ami így módon hat rá, akkor erre még gyógyszer is van különben. De ez a neuropszichológia témaköre. Ugye a tavaszi fáradtságnak talán nem is, de a túlhajszoltságnak biztos, hogy hosszú távú, hát jó sok negatív hatása lehet, ilyen például a kiégés, és annak is vannak különböző fokozatai. A kiégés kapcsán mi az, ami első tünetként jelentkezhet? Tehát hogy vehetjük ezt észre? Vannak így kétfelé osztanám, tehát vannak a mikrokiégések, ami teljesen természetes szinte mindenkinél, és minden évszakban tapasztalhatunk is ilyet, de életkoronként is tapasztalhatunk. Ezekkel a mikrokiégésekkel azért nincs akkora gond, tehát ez nem a burnout szindróma, hanem valamit már el kell engednem az életembe, annak érdekében, mert esetleg több időt kell magamra szánnom. Ezek a mikrokiégések akár ugyanolyan tünetekkel jelentkezhetnek, csak nem tartanak el, gyorsan tudunk magunknak segíteni. A mikrokiégések abba segítenek, hogy fölhívja a szervezet a figyelmet arra, hogy épp mire van szükség. De ezt hogy vehetjük észre magunkon? Hát ez tulajdonképpen elég erős tünetekkel jelenhet meg, tehát a gyomorpanasztól kezdve a lelki nagy hangulat ingadozásig, tehát erre azt szoktam mondani, hogy ha van valakinek egy lelki szakembere, ezeket beviszi hozzá, ezeket az észrevételeket, ők rá fognak jönni arra, hogy na most ez egy mondjuk középkori mikrokiégés, itt most lehet, hogy itt valamit abba kéne hagyni, és nem úgy csinálni, most nem feltétlenül nagy dologra gondolok, hanem mondjuk, ha már a gyereke tudja, hogy hova, hogy kell egyedül elmenni az iskolába, elengedni egyedül az iskolába, most már ne kelljen föl reggel, és elvigye például. És ezek a mikrokiégések erre utalnak tulajdonképpen, de ugye a burnout az egy végállomás, tehát úgy végállomás, hogy ott is van segítség, csak nagyon sokszor keverjük a köznapi nyelvbe azt, hogy mondjuk úristen, biztos ki vagyok égve. Tehát ugye amikor azt észleljük, hogy kezdünk csúszni lefele, nem tudjuk összetartani az életünket, nem tudunk önmagunk segítségére lenni, leállnak a motiváltságok, nem érdeklődünk sok minden iránt, már nem annyira fontos, hogy ápoljuk magunkat, vagy elintézzük magunknak a dolgokat, és még akkor tanfőszerűen egy csomó mindent fel tudnék sorolni, akkor ott, ha 4-6 héten belül nem tudunk magunk segítségére lenni, és ezt az állapotot megváltoztatni, akkor biztos, hogy kell segítséget kérni, mert lehet, hogy elindultunk a kiégés fele. Ez már egyfajta depresszió, vagy kiégés, vagy ezt most a depressziót ne keverjük ide, mert az valami megint más. Van, amikor járhat depresszióval, vagy csak depresszív érzésekkel, de van, amikor a depresszió vagy depresszív érzés nem feltétlenül jelenik meg. Például vajon, ha valakit ott látsz, hogy mindig milyen vidám, és mindig mindenen nevet, eszedbe nem fog jutni, hogy esetleg valamelyik depresszióval érintett, ugye? Tehát nem jellegzetesek sokszor a tünetek, ezért szoktuk azt mondani, hogy senki ne diagnosztizáljon a Google-on keresztül, mert ez nem annyira egyszerű, a szakemberek is rengeteg éven keresztül tanulják ezeket a dolgokat. Itt az nagyon fontos, hogyha én magam azt érzem, hogy hétről hétre, hónapról hónapra csúszok le, és már nincs erőm összeszedni magam, hogy az utcára is kimenjek, vagy valakit visszahívjak, vagy találkozzak, akkor ebbe a lejtmenetbe gyorsan kinyúlni, ha ő nem tud kinyúlni, ott legyünk mi környezet, és azt mondjuk, hogy mi nyúlunk ki érte. Ez az egyik legfontosabb, hogyha összetudunk kapaszkodni, és csak így segíteni embertársainkon, már egy kicsit jobb hely lenne ez a világ. Ez a Hazai Mák Katával. És Pólus Enikő mentálhigiénész szakemberrel a tavaszi fáradtságról és a túlhajszoltságról beszélgetünk, illetve hát próbálunk ennek megállt parancsolni, és pici gyakorlati tanácsokkal is Enikő ellát majd minket. És tulajdonképpen ez a túlhajszoltság, ez egyben egy ilyen menedzser betegség, mondhatjuk így is?
nagyon jól eltaláltad szerintem fején a szöget, mert hogy tulajdonképpen arról szól, hogy túlterveztük azt, amit szerettünk volna elérni az életünkben, és reálisan látni, hogy mivel vagyok terhelhető, hogy nem mindig vagyok ugyanannyival terhelhető, ez egy teljesen normális emberi tulajdonság. Tulajdonképpen én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ne csak az ügyeink kerüljenek be a naptárba, hanem például mi magunk is. Tehát ilyen nekem például a naptáromba be van téve emlékeztető, hogy vízívás, ilyen jelek vannak, és tudom, hogy akkor ez mindig egy ilyen vízkontroll. Nagyon fontos, hogy itt a tavasz, oké, elfáradtunk ettől a nagy időjárás változástól, meg mindaz, ami zajlik, feszültség a világban, azért az is tud okozni tavaszi, vagy ilyen túlhajszoltság érzését. Próbáljuk meg a dolgoknak a napos oldalát nézni. Azt mondani, hogy jó, most fáradtabb vagyok, most nem úgy érzem magam, de süt a nap, fölébredtem ma reggel, találkozhatok emberekkel, szükség van rám erre az életben, mert egyedi vagyok, és megismételhetetlen. Vannak lehetőségeim, vannak kapaszkodóim, egészséges vagyok úgy nagyjából. Szóval, hogy ezek olyan reményteljes kapaszkodók tudnak lenni, akár tavaszi fáradtság vagy túlhajszoltságaink vannak, ami miatt muszáj ezekkel reményt keltenünk magunkban, mert hogyha elkezdünk így gondolkodni, képzeld, Kata, már pár perces hasonló gondolkodás már is változtatja azokat a hullámzásokat, amik egy túlhajszoltságban megjelennek. Tehát nagyon nem mindegy, hogy tudunk-e arról, hogy amit gondolok, azt meg is teremtem. A következő napok hangulatának a felelősér így tudok lenni. És nem mindegy, mit engedek be a gondolkodásomba, mert az alakítja az érzelmi világunkat is. Igen, próbáljuk meg kicsit pozitív szemlélettel nézni a világot, hogy egy kicsit magunknak is segítsünk, és hát ugye ott van mellette a légzés, egy jó légzés technika, amivel szintén segíthetünk magunkon, ennek utána lehet járni akár az interneten is, ugye? Meg lehet tanulni, igen, tanfolyamszerűen, így van. Fontos tehát a légzés, fontos az, hogy mozogjunk szabadban, hogy aludjunk eleget. Talán ez a... És minőség, hát, igen, mondjuk ezek így kéz a kézben járnak, egyik sem fontosabb a másiknál, de mindegyik fontos. Az életmódunk az, hogy mit eszünk, hogy eszünk, hogy nagyon fontos a táplálkozásnak azon része, ami egy kicsit, tehát hogy megtartani azt az egészséget, hogy néha lazíthatok, és csináltok azt, amit akarok, és eltek azt, amit akarok, és néha pedig odafigyelni arra, hogy az a rengeteg rost, amit érdemes lenne jobban odafigyelni, hogy visszük be, az biztos, hogy fölébreszti a szervezetet. Például a mozgás, ez viszont a mozgással függ össze, hogy mozgás és rostbevitel tulajdonképpen egy ilyen új lélegzetet ad a szervezetnek. Hát reméljük, hogy mi is tudtunk egy új lélegzetet adni, főleg itt a hétvége előtt Pónus Erikő mentálhigiénész szakemberrel. Tavaszi fáradtságról, túlhajszoltságról beszélgettünk, hát akinek van jó tapasztalata, hogy ebben hogy lehet segíteni, hogy lehet ebből kizökkenni, akkor ezeket én a továbbiakban is várom. Erikőtől viszont most elköszönünk, nagyon köszönjük ezt az órát. Köszönöm szépen. A beszélgetés visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, a folytatásban pedig itt lesz Volmár is. Hallgass magyar zenét online is, a YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.